Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm mai előadónkat és önöket valamennyiüket, Bénagy János professzort és mindnyájukat, Bészabó Péter bejelentett díszvendégünket és valamennyiüket, és kérem, hogy a Magyarok Világszövetségének rendezvényeit szokásához híven énekeljük el a himnuszt és a székely himnuszt. Kedves professzor úr, kedves János, kedves vendégeink, beszeretném mutatni mai előadónkat, aki a Magyarok Világszövetsége védnöki testületének a tagja. Ő a belgiumi Namur városában működő egyetem professzora, nyugalmazott professzora, akinek a szakmája a vegyészet, ahol a nanocsövekkel foglalkozott tudományos munkássága révén számolatlan publikációja van, magasrangú közleményei, amelyek közül, ha jól tudom, olyan mendemonda is támadt egy időben, hogy még Nobel-díjas jelölést is kapott, de hát erről talán ő maga mond majd bővebbet. De számára nem csak a tudomány fellegvára létezett, hanem a magyar közügyek mindig is kiemelten fontosak voltak, és jól lehető Csonka Magyarországon született, Akasztón született egy népes, ha jól tudom, hét gyermekes családban. Tíz gyermekes, hét fiú. Én voltam a tizedik. Tíz gyermekes családban, de a felesége felvidéki, és hát a felvidéki magyar közösség, nemzeti közösséget ért jogtiprást, a benesi dekrétumok továbbélése, az nem maradhatott észrevétlen és következmények nélküli az ő brüsszeli emigráns életükben sem, úgyhogy létrehozták a Közép-Európai Emberi Jogi Bizottságot,
Comité pour les droits de l'homme en Europe centrale, francia neve volt. Elnökként egy francia jezsuita lelkészt kértek fel, Pierre Gilles atyát, akit ezért a több évtizedes harcért, amelyet ő a magyarságért, hát nyilván az igazságért, de végső soron elsősorban a magyarság által Csehszlovákiában elszenvedett jogtiprások miatt, hát a magyar ügyképviselőjének bizonyult, és a Magyarok Világszövetsége őt a Magyar Nemzeti Ezüstéremmel tüntette ki, és Opusztaszeren neki is van a nevét viselő emlékfája. Szóval ez az Közép-Európai Emberi Bizottság még ma is működik, és ma is létezik, de igazán a fénypontját mondjuk úgy, hogy a 2000-es évek, 2000 és 2010 között volt a tevékenységének a veleje, és amikor 2001-ben, 2002-ben a Magyarok Világszövetsége, akkor, mikor még nem voltak magyar-európai parlamenti képviselők, hiszen Magyarország még nem csatlakozott volt az Európai Unióhoz, az Európai Parlament már létezett, akkor az Európai Parlamentben a Magyarok Világszövetsége 6-10-ben tartott vagy nyilvános meghallgatást, vagy szemináriumot, vagy sajtótájékoztatót, vagy vitafórumot, és ebben a fő szervező partnereink Jánosék voltak, a Közép-Európai Emberi Jogi Bizottság, hiszen ők brüsszeli székhelyű szervezet, és otthonosan mozogtak nélkülük ezekre az előadásainkra, és ezért a benesi dekrétumok ellen folytatott harcunk sokkal a csonkább lett volna, és nem jöttek volna létre az európai parlamenti meghallgatások nélkülük egészen biztosan. Hát én azt hiszem, hogy ennyit az ő bemutatásához mindenképpen hozzá kellett tennem, hiszen maga ebből következik, hogy a magyar ügyek számára kiemelt jelentőségűek, hogy Varga Csaba könyve, a Kőkor élő nyelve című könyve megihlette őt, ez nem csoda, de hát nyilván kreatív módon tálalja és egészíti ki a saját gondolataival. Még annyit azért csak el kell mondanom róla, hogy a tudományos munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia is méltányolja és számon tartja. A Magyar Tudományos Akadémiának kültagja, tehát külföldön élő rendes tagja, és például a Magyarország Barátai című alapítványnak, amelyik elsősorban ugyanaz elnöke, az MTA korábbi elnöke Vizi E. Szilveszter, de lényegében Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök hát védnöksége alatt ténykedik, és évente összeül, és minden évben fogadja őket a köztársasági elnök úr, nem az egész csapatot, amelyik már vagy 200 főből áll, hanem az alapító tagokat, akik egy maroknyian vannak, és akik között Bénagy János professzor is ott van. Amúgy franciául és olaszul is beszél természetesen, franciául ugye Belgiumban elképzelhetetlen az élete nélkül, de olaszul is beszél, úgyhogy egyetemi tanárként Olaszországban is ténykedett több mint egy évtizeden keresztül. Kalábriában ráadásul. Ott azon a veszélyes helyen. Ott, ahol közel van az otrantói szoros. Igen. Nos, még annyival tartozom önöknek, hogy ugye van egy díszvendégünk ma, amúgy köszöntöm szeretettel a Világszövetség megjelent tisztségviselőit, dr. Lé Tibort, aki Párizsból jött, őt már a világszövetségi szereplők ismerik, és mindenkit, aki az idejét ma erre áldozta. Bészabó Péter barátunk, korábban a Magyarok Világszövetsége választmányának az elnöke volt, 1994 és 96 között, ha jól tartom számon. Ő is felvidéki szülött, de 68-ban emigrált a megtorlások elől, diszidált és nem tért vissza, Zürichben telepedett le, és hát zürichi élharcosa lett a magyar ügynek, meg is alapított egy szervezetet, a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör, SMIK rövidítéssel, amelynek mai napig az elnöke, igazán
fontos tevékenységet fejtett ki, de hogy a nemzetpolitikai tevékenységéről is szóljak egy pár szót. Volt a 90-es évek elején, sőt, mondjuk a legelején, rögtön 89 után, amikor a kommunizmus alól szabadultak az elcsatolt területek magyarja is, egy erős törekvés az, hát legalább az autonómia elérésére. És ennek lett is egy intézménye, amelyiket úgy neveztek, hogy Közép-Európai Népcsoport Fórum. Hát félig meddig illegalitásban tevékenykedtek, mert azért túlságosan radikálisnak bizonyultak hát a mai akkori magyar kormánynak, az Antal kormánynak a szemében is. Erdélyből többnyire Borbé Imre és Szőcs Géza vett részt ebben, Felvidékről Durai Miklós, és Délvidékről talán Ágoston András, és ennek a tömörülésnek volt az elnöke Bészabó Péter. Többnyire Bécsben Barki Éva Mária irodájában találkoztak, ha már Budapesten nem lehetett, és hogyha az Antal kormány a legkisebb támogatást is megadta volna nekik, akkor lehet, hogy az egész elmúlt 30 évnek a története másképp alakul az elcsatolt területek magyarjai életében, hiszen tudjuk, hogy még nem, hogy bárki a Székelyföld, vagy a Csallóköz, vagy a Tisza vidéke, délvidéken, ahol több magyarság él, hogy bárki autonómiát nyert volna, hanem még igazán fel sem merült, és igazán fel sem karolta a magyar állam. Csak színleli a magyar állam 30 éve, hogy támogatja az autonómia törekvéseket. Egy fontos közlése volt Péternek, amikor két héttel ezelőtt találkoztunk, amiről nekem sem volt tudomásom, hogy szó volt arról, még 92 körül, hogy az a Közép-Európai Népcsoport Fórum is kapjon állami támogatást, hogy tudja a tevékenységét kifejteni, és hát Antal József kategorikusan megvétózta és megakadályozta még csak azt is, hogy egy műhelyként működjön egy ilyen autonomista tömörülés. Szóval az Antal és József és miniszterelnök és Jeszenszky Géza külügyminiszter minősített hazaárulásának, amit a Magyarok Világszövetsége már megállapított és kimondott, sőt a világkongresszus, a Magyarok Világkongresszusa is kimondta, hogy az ukrán-magyar alapszerződés aláírásával ők ketten a hazárulás minősített esetét követték el. Tehát ennek a minősített hazárulásnak újabb adaléka, hogy még a Közép-Európai Népcsoport Fórumot is, amelyik a elcsatolt területek magyar autonómiáinak a műhely munkájára született, még azt is ellehetetlenítette Antal József. No, tehát ennyit a kisebbségi harcainkról, amelyek mind Trianonba vezethetők vissza, és a Trianon úgy csatlakozik a magyar nyelv ősiségéhez, hogyha 100 évvel ezelőtt ismert lett volna a magyar ősiségről mindaz, amit ma tudunk, akkor biztos, hogy nem lehetett volna Trianont keresztülvinni, mert egyszerűen nem akadhatott volna döntéshozó, aki ezt a gyalázatot elvégzi azzal a néppel, amelyiknek ilyen döntő hozzájárulása volt az egész emberiség civilizációs haladásához. Ebből fog ízelítőt tartani Bénagy János. Isten hozott János! Nagyon szépen köszönöm Patrubány Miklós elnök úrnak, elsősorban, hogy meghívott, másodszorban a bemutatást. Itt csak zárójelbe szeretnék megjegyezni egyet, mert most jutott eszembe. Hát a himnuszunkban énekeljük, hogy Isten áld meg a magyart, jó kedvel, ugye bőséggel, jó kedvel. Sokan nem tudják azt, hogy 23. János pápánk, a jó pápa, minden reggel imádkozott, hogy a mindennapi humorunkat add meg nekünk ma. És ez tény, nem vicc. Mielőtt elkezdeném az előadást, egy kis történetet szeretnék elmesélni. Ez is a kőkorban játszódik. Egy fiatal ember megjelenik egy nagy csokor kővirággal a szíve választottjánál. És a kislány felkiált, homo sapiens,
és erre a fiú, nem, hetero. Ja? Úgyhogy akkor, ja, és aminek még nagyon örülök, hogy nem csak magyarul lesz felvéve ez az előadás, hanem franciául is, és olaszul is, úgyhogy a YouTube-on és a Facebookon, ez a pofakönyv, ugye, magyarul, a Facebook, azon is láthatjuk majd. Itt van a magyar nyelv, a kőkor élő nyelve. Az első rész lesz leghosszabb, magyar nyelv, magyar nyelv szerkezete. Szeretném még hozzáadni, hogy az első előadást én franciául szerkesztettem meg, és úgy választottam ki a példákat, hogy a magyarul nem tudók is könnyen megértsék. A másik pedig szeretnék megköszönni a harmadik lányomnak, aki művészlélek, divat tervezői tanulmányokat folytatott Nápolyban, és végül milánói diplomát is szerzett. Ő, a képeket ő állította össze. A szöveg tőlem van, de a kép eltervezése pedig tőle. Magyar nyelv szerkezete, utána a magyar gondolkodásmód, a gyökök szerepe a szavakban, magas magánhangzók, e, i, ö, ü, és mély magánhangzók, a, á, o, u, az ősi írásmód egyik szabálya, a latin és a magyar nyelv kapcsolata. Utána a székely magyar ABC, a világ legősibb ABC-je. Azt sem mi mondtuk először, Michelangelo Nadeo, olasz nyelvész. Utána az egyiptom és a sumér nyelvről lesz szó, egyiptomi nyelv, a régiek gondolkodásmódja, magyar nyelv jellegzete. És végül, nagyon röviden, az etruszkok, a kelták, a magyar szavakat a világ összes nyelvében megtaláljuk. Ógörög, latin, angol, szlovák. Amúgy a kelták, az a kelet népe, abból jön, abból a szóból. A flamandok nagyon jól ejti, kelten, míg a franciák csak szelten, ott nehezebb megismerni az eredetet. Akkor a magyar nyelv, igen. A magyar nyelv szerkezete nagyon fontos itt. Az indoeurópai nyelvek tárgyilagosak és gyakorlatiasak. Én itt most birtokolom. Számukra az a legfontosabb, ami kézzel megfogható és tulajdonná tehető. Ez túlzottan gyakorlatias gondolkodásmód, ám el kell ismerni, nagyon sikeressé vált az utóbbi pár száz évben. Lásd a gyarmatbirodalmat, az anyagelvűség korát. A magyar gondolkodásmód pedig ennek éppen a fordítottja. A magyarok első lépésben mindent, de mindent a lehető legtágabb viszonylatban, mondhatni messzi madártávlatból szemlélnek, időben, térben egyaránt, és csak a nagy összefüggések megértése után közelítenek lépésről lépésre a részletek felé, ha már végképp szükséges. Példák, bemutatkozás, John, ugye én, előbb, és Smith, család, utána. A magyar, az én nevem, B. Nagy, család, előbb, János, én, utána. A dátum, 25 April 2019, első helyen a ma áll, aztán a tágabb időlépték, a hónap, és csak legvégén jön legtágabb időmeghatározás az év. Magyarul 2019. április 25, azért választottam ezt a dátumot, mert akkor tartottam az első előadást franciául Namur-i Egyetemen. Ellenkező, pontosan ellenkező sorrend, előbb a legszélesebb körű idő, az év, aztán lépésről lépésre szűkítve a kört, a hónap, majd a nap. További példák, ami a címet illeti, John Smith, 20, Trafalgar Square, London, Great Britain. A magyar épp ellenkező, Béla János, Belzsik, Jambes, Avenue du Bacaré 5. Tehát először az ország neve, aztán a
helység neve és végül az utca neve. További példák. Az angolban kötött a mondat szórendje, nem cserélhetők tetszés szerint a szavak, nincs szerkezeti összefüggés a szavak között. A magyarban nincsen szórend, különösen nem köti semmi a mondatrészek elhelyezését, a magyarok még a mondataik szavait is fontossági sorrendben mondják el. Nincs szükség kötött szórendre, mert a szavak szerkezete a fő. Példák. A könyv az asztalon van. A könyv van az asztalon. Az asztalon van a könyv. Az asztalon van könyv. Van könyv az asztalon. Van az asztalon könyv. Könyv van az asztalon. Az asztalon könyv van. Mi mindnyájan érezzük a árnyalati különbséget, ugye? A gyökök szerepe a szavakban. Fraktálrendszer. Nézzük a hópályát. Először a angol szókincset nézzük meg nagyon röviden. Jelentésben közel álló angol szócsoport az A ponthoz tartozó szó disk, a B ponthoz tartozó szó revolve. Jelentésben közel álló magyar szócsoport az pedig az A a korong, a B az a kering. Tehát formailag is. Akkor nézzük meg az angol szavakat, garnishing, fencing, wheel, rounded, abszolút nincs semmi kapcsolat a szavak között, viszont magyarul a garnishing körítés, a fencing kerítés, a wheel kerék, és rounded az kerek. Tehát milyen kapcsolatban vannak, fraktál kapcsolatban a szavak. Igen. A gyökök és a szóbokrok, a keletkezett hálózat egészének bármelyik pontjáról eljuthatunk bármely másik pontjára. Az itteni fraktál alakzat közepén kör áll, tőle jobbra a kissé levált ker, balra a kissé függetlenedett és szintén önálló csomót és elágazásokat növesztő gör áll. A ragozó nyelv maga és a szókincse a természetnek a tükörképe, ez a nyelv a legtermészetesebb nyelv. Nézzük a vérkeringést, fraktál szerkezet, a fa szintén. Tehát a magyar nyelv a legtermészetesebb nyelv. Igen. Arra gyök bokra, bármelyik szótól kiindulva vissza tudunk jutni a gyökre. Ez a természet fraktál szerkezete. Nagyon érdekes lenne világos most az összes szót, illetve ragot elolvasni minden, de arra nem futunk időt. Aki meg akarja kapni az előadást, szívesen elküldöm nekik, meg amúgy is mondom a pufakönyv, Facebookon lehet majd megnézni. Igen. Egy fontos kérdés. Ugyanerre az egyetlen egy szerkezetre felépíthető-e másik, a magyartól gyökeresen eltérő nyelv is? De a magyar gyökök többsége nem más, mint emberi hangadás gyökké rögzítése, és a hangok mindig, mindenkor és minden ember szájából ugyanúgy hangzottak és hangzanak. Tehát a magyarnak nevezett nyelv biztosan ősnyelv, és kialakulása szükségszerűen az emberi értelem megjelenésével kötendő össze. Ez a nyelv eredetileg a kezdetektől vallási tudományos nyelv volt, ahogy majd látni fogjuk, gondolatrendszere a természet teljes megértésére épült, szerkezete a természet legalapvetőbb szerkezetével azonos fraktál, ahogy láttuk. Magas magánhangzók e, i, ö, ü és mély magánhangzók a, á, o, u. Ha ábrázoljuk a magánhangzók ereszkedő sorrendjét a szemlélő helyzetéhez, középen ugye, a szemlélő helyzetéhez viszonyított körkörös síkon, akkor ezt a valóságos képet kapjuk. A magas magánhangzók időben és térben közeli tárgyakra vonatkoznak, ugye, tér. A mély magánhangzók távoli tárgyakra vonatkoznak, ott van a táv, tó, túl, ó. És így tovább. Na most egy nagyon
szép verset fogok felolvasni Kosztolányi Dezsőtől, amely mutatja a magánhangzókat. Így látja az ember egy szigetről vagy egy hegyről nézve. Lenge lány, aki sző, holdvilág mosolya, ezt mondja a neved, Ilona, Ilona. Lelkembe hallgatak, dalolom, lalala, dajtyálom a neved, lalázva Ilona. Minthogyha a fülem szellőket hallana, sellőket, lelkeket lengeni, Ilona. Müezzin zümmög így, lailla, illala, mint ahogy zengem én, Ilona, Ilona. Arra, hol feltűn és eltűn a fényhona, fény felé, éj felé, Ilona, Ilona. Balgatag álmaim elzilált limloma, távoli szellemi landzene, Ilona. Ó, az éj kelleme, ó, az el dallama, mint ódon ballada úgy sóhajt, Ilona. Csupa el, csupa í, csupa ó, csupa a, csupa tej, csupa ké, csupa jaj, Ilona. És nekem szín is ez, halovány kéklila, halovány anilin ibolya, Ilona. Vigasság, fájdalom nem múlik el soha, s balzsam is mennyei, lanolin, Ilona. Elmúló életem hajnala alkonya, halkuló nem múló hallal, Ilona. Langatag angyalok eléló sikolya, Ilona, 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 Ilona. Aki megnézi majd a francia adást, meg fogja látni, mert megtaláltam a francia fordítását, ami szenzációs, még a zeneiséget is olyan szépen visszaad. Igen. A hangtér egyenlő az időtérrel. A hangrend időbeli távolságot is kifejez. E világképpen az, ami távoli, a távolsággal arányosan egyre régebbi. Nézzük meg ugye a középpontot. Fenn van, vagy alul, hátul, vagy elől. Tehát már a hangzásban benne van, hogy miről is van szó. A magyar világképben egy év egyenlő egy körívben, mert év egyenlő ív. És az évek múlása a körív körbeforgása. Az időnek nincs meghatározott kiterjedése, ezért nekünk magyaroknak a világ mindenség egyenlő a világ egyetemmel. Ebből következik, hogy a világ is kiterjedés nélküli. Az időnek nincs dimenziója, az időnek nincs kezdete, se vége. Körbeforog. A baloldali kör, ilyen alakú élőlény nincs. Alatta kezdet és vég nélküliség az öröklét jelképe, ezért nem lehet gyűrű alakú lény. Jobboldali rajz, ilyen alakú élőlény van, az élő haló lények kezdet és vég közt húzódó sors ábrája, ugye alfa és omega. Most ez egy nagyon fontos rész következik, ahol bemutatjuk, hogy ez a 10 székely betű, az mind a Jóistennel kapcsolatos. Kezdjük az elsőt, az S hang, ugye a székely ABC-be, él, úgy ejtjük ki, egy és Isten. Is, egyenlő ős a teremtővel, és a ten, végtelen világszellem. A második jel, az a kereszt, él, el, ez a magyar i betű, a sumér il, él. I él eleje valaminek, i élő elv, mindkettő Istenre vonatkozik. Utána. Akkor a következő betű, a du, ez a magyar d betű, sumér más. Anonymus a régi magyarokat Anadubeliánusnak nevezi, benne a három Isten név, Ana, Anya, Ene, Ené, Du és Bél. A következő, X alakú, ez a belső, Bél, magyar B betű. Ez a Bél, Bál, Isten név, innen a magyar Béla. Ilyen keresztre feszítették Szent Andrást is, róla e kereszt, András kereszt neve. A dőlt kereszt, a keresztkötés elnevezést is viselte, a népművészeti alkotásokon Isten jele. Egy, nagyon fontos jel, magyar gyé, a sumírpa, fő, parancsnok, Isten neve egy, mert egy Isten van.
magyar A betű, anya, szülő, teremtő, gondozó, nevelő, növelő. Sumér, anya. Anya. Ha Istenről van szó, mert ezt így mondjuk, gondviselő, boldog asszony, boldog egyenlő, bőségadó, sumírba bau, bőv, bő, dug, egyenlő, ad, ma a szűzanyára vonatkoztatjuk. A következő a magyar J betű, ez a jó, jav, mindenek forrása, szemes, jó és forrás jele a sumérban is. A napot ábrázolja a magyaroknál, suméroknál, kínaiaknál, egyiptomiaknál, ré, a meleg és a jó forrása, Istent a napban imádták. A következő a magyar F betű, az a föld, lásd később a kör és kereszt, és a következő az ús, ős, as, vér szerinti előd, teremtő, azonos az egy szám névvel, lásd, amit legelső láttuk az ez, és kör, a kör Istent ábrázolja. Végül a ten, Isten neve Egyiptomban is, ten, Isten. Összegezés, mit láttunk eddig? Láttuk Isten 10 írós írásjelét, tehát mind a jó Istenre vonatkozik, mind a 10. Az írásjelekhez tartozó szavak, azaz Isten nevei, megnevezései kivétel nélkül magyar szavak. Java részük, ma is köznapi szó. E szavakkal illették egykor Istent szerte Eurázsiában, Kis-Ázsiában, mikor az egyik héber vezető hosszas viták után eldöntötte, hogy nevében Isten egyik megnevezését elcseréli egy másikra, Joachim helyett Elohim lett a neve, Jahve is jó, csak a magyar jó, Jav utóbbi változata rögzült benne. Az Isten nevéhez tapadó isteni jelentésükkel kizárólag csak Kárpát-medencei, szkíta, hun, székely magyar ABC-ben szerepelnek együtt írásra használt betűként. Az Isten ősi mai elnevezéseinek valódi értelme csak magyar nyelven közelíthető meg. Mai kultúránk, vallásunk a magyarnak nevezett nyelven fogalmazódott meg egykoron, messze-messze a távoli időkben. Tehát az őskor magas szellemi világa éltet ma is mindent Európában, Kis-Ázsiában és Ázsia közepén is mind a mai napokban. Az ősi írásmód egyik szabálya, érdekes, első jel az hegy, kettő az többes szám hegyek, három az pedig már a világot jelenti. Kínaiak, japánok is használják az alatta levő sort, egy fát jelent, két fa az fák, többes szám, és ha három fa, az már az erdőt jelenti. És nézzük, ez nagyon fontos, mert a következő képen meg fogjuk érteni. Az első jel az azt jelenti, hogy sok, a másik pedig víz. A sok meg a víz együtt az azt jelenti, hogy öntöz, árad. De ha kétszer írják le ezt a jelet, az azt jelenti, hogy özönvíz, ahogy látjuk a következő képen. Lord Teti lelet 12.000-10.000 évvel ezelőtt készült, az özönvízet ábrázolja. Lehet látni, hogy a halak úsznak, a szarvasokkal minden, tehát ez az özönvízt ábrázolja, és nézzük meg azt a két jelet ott fönt, jobbra, az özönvízet ábrázolja, ahogy láttuk előzőleg. Igen. A Madeleoni barlang 12.000-10.000 évvel ezelőtti mű, a hátra tekintő szarvasfeje természetellenes, mert legendáról van szó. És a szkíta magyar csodaszarvas itt is ugye legendáról van szó. A következőkben meg nagyon-nagyon fontos John Boringnak, a angol nyelvésznek a megjegyzése. Igen sok nyelven beszélt, köztük magyarul is. A következőket írt 1830-ban. A magyar nyelv távoli és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül kevés haszonnal jár.
lényegében saját önformájából került elő, kialakulása és felépítése bízvást oly korszakra tehető, amikor a mai európai nyelvek többsége nem is létezett. Ezt mondja egy angol nyelvész. Nézzük, mit mond az amerikai Groves Kranz. A görög nyelv a jelenlegi földrajzi helyen Krisztus előtt 6500 évvel, míg a kelta Írországban Krisztus előtt 3500-al kezdődően alakult ki. A magyar nyelv ősisége Magyarországon legalább ilyen meglepő, úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv megelőzte az újkőkor kezdetét. Tehát onnét a cím. Egy amerikai nyelvész mondta először, a kőkor élő nyelv. A következő pedig a mi főnökünk, a Magyarország barátai főnöke, Vízi E. Szilveszter, Széchenyi nagydíjas magyar orvos, farmakológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. A központi és perifériás idegrendszer ingerület átvitelének neves kutatója, az agy nem szinaptikus analóg kommunikációs rendszerének felfedezője, a kábítószerek így lassan vonulnak át az agyon. Még azt szeretném hozzátenni, azt tőle tudom, hogy 7-szer terjesztették fel Nobel-díjra Vízi Szilveszter. Ő a következőket mondta, észrevételi a magyar nyelvről, a magyar nyelv olyan, mintha az agy gyorsírása lenne. A tragédia. A nagy tragédia 12-10 ezer évvel ezelőtt történt, megtörte az őskultúrát. Később újra felvirágzott Egyiptomban. Az alsó részt nézzük. Egyiptomban, Mezopotámiában, csak a Kárpát-medencében él még a szülőhelyén. Szóval az alsó sort nézzük. A felső sor pedig a peremkultúra tagjai lemészárolták az őskultúra népeit. A sumérok, egyiptomiak, kelták, pártusok, etruszkok eltűntek. Igen. Mi és miért történt? Nézzük a képet is. Egy óriás meteorit csapódott be a Földre. A Föld mágneses pólusa 180 fokkal változott meg. Szökőárak, Föld átalakulások, földrengések. A földi emlősök nagy része eltűnt. Az őskultúra létezett 12 ezer évvel ezelőtt. 29 ezer éves női ruhát találtak. Ez Söfer Olga Kanadából. 29 ezer éves ruhákat, olyan, mintha most lenne. Erre kitérünk majd. Ez egy valóságos ruhaköltemény. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a földművelés magas szintű virágzó volt 30 ezer évvel ezelőtt. Len vagy kenderföldeket kell elképzelni, a feldolgozó eszközöket, szövőszéket, mértékegységeket, és így tovább. Egy másik példa, a mai Irán területén körülbelül 2000 kilométer föld alatti vízvezeték van. Nézzük meg. Ez egy öreg ember arca, a Grotte de la Marche Franciaországból, balra, és jobbra fönt emberi profil, ugyanúgy a Grotte de la Marche-ból, Franciaországból, alatta pedig a rajz, hogy jobban lehessen látni. Sok-sok további tárgy is bizonyítja, hogy 10 000 évvel ezelőtt nem kezdődött, hanem újra kezdődött a normális emberi élet. Lásd a következő rajzokon, ami nagyon, nagyon fontos. Az európai történelem peremkultúrák azt tanítja, hogy a felvirágzás az indo-európai népek megérkezésével kezdődik. Nem igaz. De a mi őseink már kultúráltak voltak. Léon Pankár, francia tudós, 1500 rajzos kőlapot talált a La Marche nevű barlangban, 155 rajzon emberi arcok és öltözetek is, köpeny, sapka, lábbeli látható, mintha most lenne. Nézzük csak. A La Marche barlang 15 ezer éves rajza. Tehát olyan fejek, mint a mai emberek fejei. És a következő képen, jobban elemezzük,
Tehát a Lemás Barlang 15 ezer éves rajzai, itt nem állatbőrbe öltözött vadős emberekről van szó, kabátot, kalapot, sapkát hordanak. Most a jobb oldali rajzokat nézzük meg, csak nem igazi találkozás a Lemás Barlang, az egyik rajz, az 15 ezer éves a Lemás Barlangtól. Attól jobbra ezt a rajzot 1999-ben egy ír festő készítette Varga Csabáról, a szerzőről. Hasonló, mintha 15 ezer évvel ezelőtt ért. A szerző fényképe pedig itt 2002-ben. Igen? Na most az ősök lenézése, megvetése, kigúnyulása nem általános a nagyvilágban, hanem csak az európai kultúra sajátos és szomorú jelensége. E két rajz ugyanannak az őskori csontváznak kétféle rekonstrukciója. Szakmunkákban, ismeretterjesztő művekben elsősorban a jobboldali fogcsikorgató változat szerepel, mint hiteles rekonstrukció. Hát így képzelték el az ősembert, azért pedig láttuk, hogy nem igaz. Igen. Újra, azaz. És még egy zavarba ejtő tanúságtétel a bemutatott emberek életéről, mégpedig 17 ezer évvel ezelőtt. Egy ló baktat szembe a láb, egy olyan ló, mely semmiképpen nem tekinthető vadlónak. Jobb oldalon a rajz tisztított változata látható a Lascaux-barlangból. Miként lehetett fizikailag is a kipusztulás szélére sodorni az ősi, ám máig érően is nagy hatású műveltséget? A válasz roppant egyszerű. A fizikailag könnyen megsemmisíthető az, aki a békességnek szenteli életét, ebbéli hit járja át tetteit minden pillanatát. Azt, aki messze menően óvakodik attól, hogy visszaüssön. Olvassuk el figyelmesen az alábbi sumér intelmeket, melyek 5-6 ezer évvel előttiek. Ez is nagyon fontos lesz. Hogy lássuk még a baloldali képet. Egy sumér intelem 5-6 ezer éves. Rossz tett helyébe jót cselekedjél. Ne tégy rosszat ellenségeidnek. Gonoszat ne szólj soha senkiről. Csak szépet és jót bárki kérdez is. Ellenségeid iránt irgalmas légy, igazságos légy még azok iránt is, akik bántanak és szorongatnak. Ám hadd örvendjenek csak fölötte azon, hogy te a rosszat jóval fizetted vissza. Sose járj a rosszak tanácsán. Nem dárda, nem fal, nem zár, nem vagyon, csak Isten óv meg a veszedelemtől. Amit titkon vallanak meg, azt könyörületből felejtsd el. Kenyeret szelelj az éhezőnek, nem vizet tölts a szomjúhozónak, hanem bort tölts a szomjúhozónak. A szűkölködőt fölruházzad, tiszteld az alamizsnak kérő. Segíts a segítséget kérőn, tégy jót mindig örökké. Habár igaz, Jézus szóról szóra ezeket mondta, de ezek a szövegek sumér intelmek 5-6 ezer évesek. Néhány szám Lascaux barlangból 17 ezer évvel ezelőtt. Csak egyet magyarázok el, a jobb oldalon, jobbról balra olvasva, ugye 6 pontot láttunk, az 6, a vonal pedig a tízeseket mondja ki, tehát az 6 van. A van a vonból jön, a vonalból, a vonal a tízeseket jelöli. A mai magyar nyelvben úgy olvassuk, ahogy az ősember leírta 17 ezer évvel ezelőtt. Tehát a kőkor élő nyelve a magyar. Régen nem volt keresztnév, vezetéknév, a szám jelölte a személy. Tehát ezeken a rajzokon olyan helyre rakták ezeket a számokat, hogy jól lehessen látni, nem csak egy eldugott helyen. Akinek megvan a számja, a számít, és őt is számba veszik, ugye? Számról van szó. Igen. Ez is nagyon érdekes. Isten anyának egyik legrégebbről fennmaradt
ábrázolása az úgynevezett Willendorfi Vénusz Bordóból, Bordói Múzeum. A dombormű 25.000-20.000 évvel ezelőtt készült. Az Isten anya kezében lévő szaru, bizonnyal maga a bőség szaru. A világ teremtése, a paradicsomi történet, a vízözön története, stb. Mind-mind az őskultúra szellemi terméke. Az Ószövetségben csak rövidített, kivonatolt fordításaikat olvashatjuk, a lényeget sokszor félreértve és sok fordítói hibában tűzdelve. Csak egy példát hozok fel. Nénti, suméről, annyi, mint életadó anya. A nén ma néne, magyarul. De a fordító nem értve a sumér szójátékot, a ti szócskát tévesen bordának fordította, mindenki ismeri az így keletkezett torzképet, a nőnek a férfi oldal bordájából való teremtését mindenki ismeri. Ez csak egy félreértésből jött, suméroknál nem volt ez. Az ősi jelek, az ősi számok, az ősi szavak, a nyelv szerkezete erősen fonódnak a gondolkodáshoz, az ősi világképhez. Pitagórasz, aki közel-keleti bölcseknek köszönhette ismeretei javát, a számokat tartotta a világegyetem rendfenntartóinak. A pitagóraiusok tetrakiszba rendezett gúlája a tűz háromszög alakját követi, ekként kifejezve a tűz-tíz fogalom összjátékát. Nézzük bal oldalon, ugye a pontokat, 1 plusz 2 plusz 3 plusz 4 egyenlő 10-zel. És ez a jel 10-et jelent, nem csak 10-et, hanem tűz, tehát is a piros, pir, és a fog ugyanaz a jele. Tehát a fog, egyenlő ég, egyenlő tűz. Nézzük a németet, ott is cán és cén, a fog meg a tíz. Latinba dance, decem, angolba tíz, ten, ugye a fog és a tíz. E párhuzamok teljesen érthetetlenek volnának, ha nem gondolnánk rá, hogy a tíz a széles műveltségi körben a tűz szögével, vagyis a fokkal írták. Ezek a nyelvek is tartják ezt a kapcsolatot. Igen. A latin és a magyar nyelv kapcsolata, pár példák, és aztán több példa jön majd utána. Rózsa párhuzamai, latinul róza. Rubor, róze, pirosság, vörös. Ruga az arcfedő, rugó ráncot vet. Rossz, tüskés. Rusz, szántóföld. Rurikola, földműves, és rustika, goromba, parasztasszony, láz, rusnya. Ja? A gyökkör, erre is kitérünk, nagyon fontos, változatok ugye, a körnek, kor, ker, kír, kar, kur, csak a magánhangzót kell megváltoztatni, és más gyököt ad. Gír, ger, gúr, gör, gyer, györ, gyűr. A változatok többségét ma is felcserélhetjük. Mondjuk, hogy kereng, korong, gírbe, görbe, körbe. A kert, az körbe vett terület. Vajon rajtunk kívül ki értené meg, hogy miköze van egymáshoz a nemzetközivé vált kordon, korona, kerámia és kert szavaknak? Most gondolkodjunk el egy kicsit. A kerámia a kerengő korongon készül, látjuk, hogy a gyökök hasonló. A kordon kerítés, a kert, garden, szintúgy kerített, körbevett hely. Most itt is el kell merengni egy kicsit, hogy a korona latin szó lenne. A korong és a korsó pedig óegyházi szláv. Ahogy azt az utóbbi 120 évben nem túlzottan jó szándéktól vezérelve kiderítették? Milyen alakú is a korona, és milyen a korong? A kereng is szláv szó, és a kerengő is, és a keringő is az. A kerget is, a kerge, keres, kergetőzik is, a göröngy is. A hír pontosan fordítva igaz. Mindez ferdítés, és nem véletlenül az. Az 1800-as évek közepén készült cucor fogarasi szótárban, pedig a
Magyar Tudományos Akadémia kiadványa, még helyén volt minden. Ez egy szomorú pálfordulás. A kör a latinban. A kör ilyen formában került a latin nyelvbe. Kir, kar, kor, kur, karika. A piacon árult karikába font füge neve. Kurtus, körülmetélt. Kirkulus, körpálya. Kurva, görbe. Kurvatúra, görbevonal. Kirkus, kerek, cirkusz. Kirka, körül. A kirkinus pedig körző. Így lett az angolban church, a németben kirche, eredetileg ez szó nem akármilyen templomot jelölt, hanem csak kör alakult. Kör és kereszt, tehát a crux kereszt, crucifigo, kereszten függé, Krisztus, Krista, nem más, mint sisakforgó, forgó sisak, Crispus, göndör, tehát Krisztus, forgó Jézus. Krisztus, keresztény, az angol Christian, a körszóval, vagy annak ker változatával kezdődik, és a kr változat, a k és r mással hangzó közötti magánhangzó elhagyásával, elharapásával keletkezett. Krisztus alapszava crux, körös. A kereszt tehát nem álló, hanem forgó valami, ahogy itt is láthatjuk. A kelta kereszt nem más, mint négy részre osztott ker, kör, azaz a régi magyar nyelv szerint fordított sorrendben köroszt, kereszt, köröszt, elharapott magánhangzóval, és latinus végződésekkel Kriszt, Krista, Krisztus. Az egyenlőszárú kereszten osztott kör nem más, mint az egyik ősi betű, azt már láttuk, az az F, ugye a föld. Két különböző kereszt, az a D betű, amit láttunk, jobbra pedig az élet jele, I betű, olvasata él. A bal alsó sarokba a szél, lélek által forgatott köröszt 8-9 ezer évvel ezelőttről fennmaradt rajzon. Vége innen a toll, a pihe, a lélek jelképe. És nézzük a jobb oldali képet. A köröz szóban rejlik a köröztény, Christian. Szó valahogy értelme. A képen Jézus látható, feje felett a négy részre osztott forgó keresztel. Ezt fogjuk még magyarázni egy kicsit a következő képen. A körben lévő két átló metszéspontja a mag, a testesülés, innen tehát a korpusz szófogalom is, mert a korpusz is forgó, korp, kerep, azaz forgó. Az egyenlőszárú kereszt a sumeroknál az ember és a szellemvilág közötti szövetség jele. Most nagyon érdekes, régen Krisztus kezét így ábrázolták, magyarul lehet könnyen érteni. Magyar nyelv segítségével megérthetjük, elolvashatjuk Krisztus korai előírt kéztartását, Krisztus ujjai pontosan formázzák meg a következőket. Ugye a kis ujj az egy, és alatta íz. A tenyér, az a ten, tehát Isten, Isten úgy kell olvasni. Akkor ott van a három új, az a hármasság, és végül pedig látjuk, hogy kört alkott. Tehát magyarul meg lehet érteni, ez egy ilyen jelképes kéztartása volt Krisztusnak. Lássuk a következőt. Ez is nagyon érdekes. Világtérkép. Ja, bocs, nem. Még az előző. Még egyszer kéne, hogy a térkép is kijöjjön, érdekes. Nem. Valami hiba történt. Menjünk vissza egy kicsit, mégis. A magar, hát van elég képzelő tehetségünk, elképzeljük a világ térképet a nevekre, tehát a magari, magyari, magara, magari minden, mindenfelé előfordul, balra, észak, dél-amerikait, Ázsia, és így tovább. Akkor a következőn pedig a helység neveket mutatjuk be.
sajnos azt nem lehet nagyon látni, de itt pedig olyan helységnevek, amelyek Magyarországon megvannak. Ezt a két képet a lányom emőke találta világhálón, úgyhogy nagyon érdekes, hogy a helységnevek is, magyar helységnevek egész világon megtalálható. Nézzük a többit. A Székely Magyar ABC. Igen. A Székely Magyar ABC, ahogy már említettük, a világ legrégibb ABC-je, Michelangelo Nadeo. Nagyon egyszerű. Az ABC betűi a következő alapelemek variációiból állnak. Függőleges vonal, vízszintes vonal, ferde vonal és egy félkör. Semmi más. Az összes jel. És ezeket lehet rajzolni, szóval legegyszerűbben ebből a négy jelből. Akkor nézzük a következőt. Most pedig kialakítunk egy úgynevezett feltételezett ABC-t, azért, hogy össze tudjuk hasonlítani a barlangokban talált jelekkel. A korai arámi, itt van az első oszlop, aztán magyar, ógörög, latin és a mai ABC. Na most a négy ABC jeleiből csak azok jöhetnek számításba, amelyek legalább két ABC-ben szerepelnek. És így tudjuk ezt a feltételezett ABC-t megalkotni, ahogy látjuk a következőn. Itt van, ezt járt a feltételezett ABC, azaz FABC, és a továbbiakban ehhez viszonyítunk minden talált jelet. Szóval ez egyszerűen, és meglátjuk, hogy a székely jelek mind beleférnek ebbe a feltételezett ABC-ba. Igen, nézzük a... Itt van a Pont-d'Arc, ki írott kőlap, 30 ezer éves. Balra a jelek, amik úgynevezett ligatúrák, tehát összevont jelek, azok felbontva jobbra, és akkor itt vannak a jelek, amiket összehasonlítunk a feltételezett ABC-ben a következő képen. Itt van a talált jelek összehasonlítása a feltételezett ABC-ben. A Pont-d'Arci kőtábla jelei tökéletesen beleillenek a FABC-be, amit alkottunk és látjuk. Ez is nagyon érdekes. Három lóoldal. A legfelső Grotkoszker barlangjából 29 ezer és 19 ezer esztendővel ezelőtt készült. Nézzük az alatta levő sziklarajzot. Ez el, őstörténeti múzeumban őrzött sziklaharc, sziklakarc, körülbelül 14 ezer esztendővel ezelőtt készült. És a másik 19 ezer évvel ezelőtt. A két képet legalább 5000 esztendő választja el egymástól, a feliratok teljes azonosságához azonban semmi kétség nem tér, az ember jobban megnézi, szóval ugyanazok a jelek. A legalsóban pedig ott külön ki is írták, hogy jobban meg lehessen nézni. A Grotkoszkerből, tehát 29000, 19000 esztendős, ott a rajzok alatt látjuk a G, az S, az F betűt és SS. A következő rajzon a fésű jel megvan az összes lehetséges jel között, de ez nem volt benne a feltételezett ABC-be, de a fésű jelet adjuk hozzá a feltételezett ABC-be. És így akkor két másik jellel bővítettük, alá van húzva ez a két másik jel, a többi pedig itt van, amit megtaláltunk már barlangokba, és a felső sor pedig a feltételezett ABC. Igen. A jelek Krisztus előtt 30 ezer évtől 10 ezer évig itt található az eddig talált összes jel a legrégebbi kőtáblától kezdve. Látjuk, hogy majdnem az egész feltételezett ABC-t megtaláltuk. Az ős ABC semmiféle fejlődésen sem ment keresztül. Ezután sokkal több írásos emlék található már
közel hozzánk, arról nem beszélünk. A különböző ABC-k összehasonlítása. Az első sor a szkíta magyar, alatta az egyiptomi demotikus, látjuk, hogy ugyanaz két jel különbségében, és utána össze lehet hasonlítani az arámit, a latint, az aténi, krétait, terait, korzikait, naxosit, beóciait, dél-arábiai, etruszk, föníciai, ez mind belefér. Ezekben nincs annyi jel, mint a szkíta magyarban, de mind belefér, mintha attól vették volna át. Ami a Kárpát-medencét illeti, itt látjuk a tatárlak a 6500 évvel ezelőtti jeleket, és a következőben pedig más jeleket. Tordos és Vincsa 4500 évvel ezelőtti, és akkor nézzük meg, hogy ezek a jelek hogy férnek bele a feltételezett ABC-ben. Látjuk, hogy mind az összes jel, amit le lehet olvasni, mind belefér a feltételezett ABC-be. Igen. Na most az ős ABC terjedése a Kárpát-medencéből, ugye elment a Tigris-Eufrates vidékére, Egyiptomba, sőt Kínába is. Kínaiak is átvették ezeket az egyszerű jeleket. Világos, hogy aztán rengeteg más képet fejlesztettek ki a nyelvükben, és így, illetve az írásukban. Igen. Most ez egy nagyon érdekes összefoglaló a magyar ABC jeleinek fogalmi értékei Varga Géza összeállítása alapján. Nagyon érdekes. Az első betű az A betű, anya, annak második a bél, első ugye B betű, aztán a C, cellőke, C, csap, D, du, F, föld, mindet sajnos nem tudom elolvasni, mert kifutunk az időből, bocsánat, úgyhogy tovább lépünk. A magyar írásmód, jobbról balra olvassuk, itt az összes magánhangzókat nem kell jelölni, ezt úgy olvassuk ki, hogy János, a magas magánhangzó követi a magas magánhangzót, a mély magánhangzó követi a mély magánhangzót. Tehát a J után mély magánhangzó van, A, já, N, utána az O-t nem kell kiírni, mert magától jön az O betű, tehát János csak így kell írni, vagy pedig bizonyos esetekben bizonyos nem hangsúlyos más hangzókat is ki lehet hagyni. Itt például a László, L-A-S, és az L kimaradt, és O van, úgy olvassuk ki, hogy László. Na most nézzük, ez nagyon fontos megjegyzés, magyarul a szó az egyenlő képpel, és ha új szót alkotunk, az egy új szó képzés, mi úgy mondjuk. Nézzük a másik példát, magyar, és ismerjük a szavunkat, magyaráz. Az azt jelenti, hogy magyar módra elmondani, hogy a másik is értse. És egy nagyon érdekes példa itt a legalsó sorban. A Jeruzsálem neve szintén magyar. Hierósólyom. Hierósólyom. Hieró az azt jelenti, hogy fent, a sólyom a szent lelket jelképezi. A franciák még mindig így hívják Jeruzsálem lakóit, most franciásan olvasom el. Hierósolimiten. Én megnéztem a szótáramat. Megvan egy nagy francia-magyar szótáram, az van benne, hogy hierosolimiten. Sokan nem tudják, franciák se, hogy azt így mondják. Valószínű, tudod, hogy azért nézzük a többit. Telegdi János tankönyve 1598-ból, a mi atyánk szövege, aki ismeri a székely ABC-t, egyből tudja olvasni, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, ki vagy mennyekben, és így tovább. Idő kérdése, úgyhogy azt most nem tudom elolvasni az egészet.
menjünk az egyiptomi és a sumér nyelvre. Az egyiptomi nyelv, egyiptomi hieroglifák olvasata, ott a kép. A képet el kell magyarázni az eredeti nyelven, és utána olvasni a szöveget. Ezt csinálja Borbola János, például a Magyarok Világszövetsége adta ki először azt a 1000 oldalas könyvet. Akik nem ismerik a magyar nyelvet, azok pedig a mondat szerkezetét tanulmányozzák, úgynevezett transliteráció, itt pedig szemita magánhangzókat adtak hozzá, és az a nagy tévedés, mert ha magyar magánhangzókat adtak volna hozzá, egyből ki tudták volna olvasni, és végül magyarázzák a szöveget. Tehát a magyarul nem tudó tudósok csak magyarázni tudják a szöveget, de nem tudják elolvasni. Na most itt közlöm az összes mással hangzót, és pár jelre felhívom a figyelmet. Az első jel például pad, az a P betű, a legalsó az atya, szóval T betű, következő. Az pedig a kosár, K betű, ott egy kéz, az dug, az a D betű, nagyon érdekes a kígyó, az a G betű, legalsó az a láb, az a B betű, és aztán itt egy kéz, ez pedig ad, az a D betű, alatta az pedig a jó, a J betű, legalsó az a viper, a V betű, és így tovább. Mondjuk csak a legalsót mondom, ez a sző, mert esznek a jele, és így tovább. Csak az utolsó előtti jelet szeretném mondani, ott a madár, és az M betű, hát mert madár. És így tovább. Utána pedig, nem tudom, a második az rétisas, és utolsó előtti ugrik, U, és végül a ház, H betű. És így tovább. A régiek gondolkodásmódja nagyon fontos, hasonló hangzás, a madár, magyar. Magyar nép jelképe, vissza. Magyar nép jelképe, ezt mindenkinek meg kell jegyezni, mert ez a címerünk, ugye? Ott van a kettős kereszt, ez a G betű a székely rovásban, és azt is jelenti, hogy egy. És a Jóistennek a neve is, mert egy Isten van. És alatta pedig a hármas halom. Egy halom az halom, két halom az halmok, három halom pedig az egész ország. Tehát a jobb oldal azt jelenti, hogy Isten országa. A bal oldal pedig ott van a négy piros csík, négy folyó. Amikor kicsik voltunk, úgy tanultuk, hogy Duna, Tisza, Dráva, Száva. De nem az, hanem az Édennek a négy folyója, Tigris, Eufrátesz. A másik kettőnek a nevét elfelejtettem, az egyik a földközi tengerbe ömlik, a másik pedig a fekete tengerbe. Ezt a négy folyót ábrázolja, tehát maga a címerünk is ősi. Itt van a turulmadár, ugye, jobbra. Akkor nézzük a többen. A régiek gondolkodásmódja, ezt is érdemes megjegyezni az elsőt. Az egyiptomiak magyarnak hívták, madarunak hívták azt, akit igaznak találtak a halála után. Tehát mennyországba mehetett, menny ország. Eredetileg ennyi évvel volt így, ez a mennyország. Magyarul kétféleképpen lehet leírni az eget, ég, ahol a nap és a csillagok vannak, és a menny, ahol Isten lakik. Na most ez is nagyon érdekes, az utolsó példa. Ég Úr, az pedig a Jóisten egyik neve, Ég Úr. És az egér hangzásban nagyon hasonlít, nem? Ég Úr, egér. Ezért egereket raktak a templomokba, templomba. Akik rómaiak,
akik jöttek, nem értették, de ők is egereket raktak Jupiter templomába. Hát egyiptomiak így csinálnak, hát így kell csinálni. De mert ég úr és egér. Tovább. Ez is nagyon érdekes. A régiek gondolkodás módja. Egy kar, az kar. Ha két kar, az karok, és az, azt is jelenti, hogy akarok. Így lehet kiolvasni. Na most nagyon érdekes a Kleopátra nevének a leírása, KL, elbetűt soha nem kell kiírni, mert annyi van belőle, de magas magánhangzó után magasnak kéne jönni, viszont ó jön, tehát azt ki kell írni, Kleó, és a mély magánhangzó után csak mély jöhet, tehát utána nem kell kiírni a betűket, Kleopátra úgy kell kiolvasni, de a nem kell kiírni. Na most a legalsó a láb, fordítva, olvasva a láb, az a bal. És nézzük a képet jobbra. Tutankhamon ajtón állója bal lábbal lép ki. Ugye? Bal. Mert azt jelent. Nézzük tovább. Minden figura felemeli a kezét. Nézzük jól meg ezt a képet. A papa teremtő akaratát karjaival magasra emelt napkoronggal mutatja be. Ez azt jelenti, hogy emel kezeid Melkizedek nevének a leírás. Emelt kezeid, ugye Melkizedek. Ezt mutatom be egy képen, a következőn. Dirk Balz 1465-ből képe, ahol Ábrahám és Melkizedek találkozása. Tehát az ember belegondol, Melkizedek nem volt zsidó. Ábrahám leszármazottai a zsidó. Tehát Melkizedek már volt. És az ember belegondol abba, hogy le van írva, ugye az új szövetségben is, hogy Jézus főpap Melkizedek rendje szerint. Ebben jó, érdemes belegondolni, az azt jelenti, hogy magas szintről, nem csak zsidó szintről, az Ószövetségből, minden nagyon magas szintről jövő főpap. Hiszen így kell érteni, amit most mondtam, emelt kezeid, ugye Melkizedek. Igen, nézzük a következőt. Hű, ezt abszolút mindenkinek meg kell jegyezni. Én már a templomban soha nem mondom azt, hogy alleluja, alleluja. Én azt mondom, hogy áll, él újra. Egy nagy oszlop eldőlt Egyiptomban, amikor sikerült újra felállítani, nagy ünnepséget rendeztek, és körültáncolták, áll, él újra. A héberek hallották, alleluja, alleluja, és így került a katolikus nyelvezetbe is mind, alleluja. Itt most el szeretnék mondani egy icip, ja igen, és ma Krisztusra lehet vonatkoztatni, áll, él újra. 2020-ban néztem a húsvéti szertartásokat a tévében, és hát csak papot lehetett látni, meg egy minisztráns, ugye, koronavírus miatt nem volt senki. És a bemondó, az nagy csütörtökön volt, mondta, hogy földközi tenger körül élő lakosok, ha boldogok, ha örülnek valaminek, azt mondják, hogy alleluja. Nem tudjuk, hogy mit jelent, mondta, de így mondjuk. Én akartam írni egy levelet a Vatikánba, hívjanak meg, én majd megmondom nekik, hogy mit jelent. Áll, él újra, ugye? Egy másik érdekes példa, az pedig a papírus szó, papírás szóból jött, mert a papok használták először a papírus. A magyar nyelv jellegzet, ez is nagyon-nagyon fontos. Két különböző igeragozásunk van. Alanyi igeragozás, ugye látok egy házat, vagy tárgyas igeragozás, látom a házat. Így tehát már az igében benne van a határozott vagy határozatlanság. Ez így van az egyiptomi és a sumér nyelvben is, sehol máshol. Hát azt jelenti, hogy ugyanaz a nyelvből. A nem magyarok nem tudják elolvasni ezeket a szövegeket, mert náluk ilyen nem fordul elő. Ezt is érdemes megjegyezni. A hieroglifákkal írt egyiptomi szövegben, ugye teszem az M hangot a madár jelöli.
és aki nem tud magyarul, azt írták, hogy ó, ez egy titokzatos jel, nem értjük, meg minden. Egyszerű, tárgyas igaragozásból jön. Igen. Etruszkok, kelták, nagyon rövid lesz, következő. A magyar szavak minden nyelvben megtalálhatók, az ógörökben, latin, angol, szlovák, például a szlovák szókincsnek kb. 80% magyar szavakból jön. Akkor egy-két érdekes példa, Szicília, a székelyek, ugye Szicília, a székelyek szikuli országa, abból jön a szikuli szóból, székely szóból. Az etruszkok magyarul beszéltek, és sok magyar szó átment a latinba, Mario Alinei, letruszkó, una formarcaica del ungherese. Tehát az etruszkok a magyar nyelv régi formáját beszélték. Sajnos a magyar fordítás, a cím rossz, a többi, az egész jó a könyv, de a cím az rossz, úgy fordították, hogy etruszk-magyar rokonság. Nem. A szerző azt mondta, hogy az etruszkok magyarul beszéltek, és ez a cím. A kelták is magyarul beszéltek, ahogy már említettem, kelte az a kelet népe. És végül egy angol nyelvész magyarázata, a Briton szó eredeti. Amikor a sémi népek Közel-Keletet elfoglalták, nagyon sokan elmenekültek és a Szigetországba kötöttek ki, és beszélgettek, hát mi mindnyáján ugyanazt a nyelvet beszéljük. Hogy nevezzük el ezt a szigetet? És az egyik mondta, hogy legyen barát. Ugye mással hangzókat írták ki, tehát BRT, és ebből lett a Briton. Mondom, ezt egy angol nyelvész találta ki, hogy onnét jön. Akkor a következő, a bibliográfia, itt van kettő is, Varga Csaba, Borbola János, Barát Tibor, tovább a másik, következő kép, Mario Alinei, Varga Géza, bronzkori magyar írásbeliség. Ja, és megvan angolul is a Rennik írás az a könyv. És köszönöm szíves figyelmüket, itt pedig a Namüri Egyetem és a Citadella Namürből. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket. Kedves professzor úr, kedves János, köszönjük szépen ezt az előadásodat. Ezzel alapvetően szolgálod majd francia és olasz körökben a magyar nyelv ősiségének az ügyét. De hallgassuk meg, hogy magyar közegben milyen reflexiók érkeznek rá. Vannak itt a teremben szakértők, akik bizonyára hozzászólnak. Kérem, fáradjanak ki, mert közvetítjük az egész előadást, úgyhogy a világhálón követhető legyen. Vajta Dénes úr. Már bemutatkoztam itt az ünnepben. Önnek mondtam, hogy én fordítottam le Varga Csaba könyvét, több könyvét is németre, és sokat foglalkoztam ezzel a témával. De a legjobban az érdekelne, mivel ön itt mondta, hogy 19-ben tartotta az első adást, április nem tudom hányadikán, ugye? Azóta gondolom több előadást is tartott, és az érdekelne, hogy viszonyultak ehhez, milyen kérdéseket tettek föl az ön belga-francia hallgatóságában. Mennyiben hittek ebben, hogy mennyire tudta ön meggyőzni őket? Bocsánat, ilyen előadásokat részt veszek a Namüri Egyetem nyugalmazott tanárok szövetségében, és minden hónapban rendezünk egy előadást. És minden évben egy egynapos előadás sorozatot. Általában 30-an szoktak jönni ilyen előadásra. Az én előadásomon 50-en voltak. Már ez is
megmutatja az érdeklődést. Ott volt egy belga tanárnak a felesége, aki magyar, Rezsőházi Rudolfnak a lánya, és sokan elkérték a előadás anyagot, el is küldtem ugye villámpostán, és viszont a nyelvészek nem jöttek el, akik feltették volna azokat a kérdéseket tényleg nyelvészeti szempontból. Viszont meghívtak, tartsak egy előadást méghozzá a Filozófia Intézetben, csak közbe szólt a koronavírus, úgyhogy ez elmaradt. Tehát egy előadást tudtam tartani franciául, a brüsszeli magyar házban pedig magyarul. És ezt felvették, YouTube-re rakták, és több mint 1500-an látták. A nagy különbség csak az, hogy itt négy képpel több van ebben az előadásban, mint amit ott tartottam. Tehát a kérdések, amiket föltettek, mondom, nagy közönség nem a szakemberektől jött, mert nem voltak ott, de legközelebb majd ott lesztek, mert meghívtak, mondom, a Filozófiai Intézetbe. Szeretném előadni ezt, aztán újra elő fogom adni Namurbe, máshol, reméljük, hogy sikerül, Franciaországba is, Kalábriába fogok lemenni, olaszul. De azért még azt elmondom, olaszul az olasz anyagot elküldtem három barátomnak, hogy nézzék át, és büszke voltam magamra, hogy két képbe kellett egy-egy szót javítani. És egyik kémikus barátom, aki Belgiumban lakik, pedig egy olasz barátjától megkapta az anyagot, az olasz anyagot. Tehát suba alatt már azért terjesztik ide-oda, úgyhogy le fogok menni Kalábriába, és ott is előadom egyetemen, egyetemeken, Rotary Club, és így tovább. Minél többen lássák, hogy miről van szó. Nekem a célom a következő, hogy a magyar nyelvet, az írást is, úgy a székely írást, magyar nyelvet és kultúrát a világ örökség részévé ismerjék el. Mert ha mi beszéljük a kőkor élő nyelvét, akkor az nem csak a magyaroknak a kincse, hanem az egész emberiségnek. Na most, ahogy előadtam most szombaton, még csak beszélgettem róla, az egyik fiatalember Amerikából jött, azt mondjam, amerikai magyarok már azt mondják, hogy még a jóisten is magyarul beszélt minden. Akartam neki válaszolni, csak ő odébb lépett. Hát természetes, nem volt más nyelv, csak a magyar 10 000-20 000 évvel ezelőtt. Hát ha a jóisten akart szólni az emberek, csak magyarul beszélhetett. Ezt akartam mondani neki. Van-e még jelentkező, kérdező? Veszelszky Ferenc, kérem, fáradjon ki. Először is egy kérdéssel kezdeném, és pedig az, hogy egyáltalán az asszíri, vagy az eleszári tekercseket, amelyeket ugye eredetibe meg lehet találni a British Múzeumban, hogy azt kutatod-e egyáltalán, mert ezen az asszír nyelvű feliraton rengeteg olyan szöveg található, amely a magyarsággal kapcsolatos, ez az egyik. A másik, amit szeretnék még kérdezni, hogy illetve hát talán mondani, ugye Mezopotámiába töltöttem közel majdnem 5 évet. A lényege a dolognak az, hogy a Sahmani, tehát a perzsa ősi írásoknak a szövegébe találtam egy olyat, hogy a magarok felső Bakria területén tanyáznak. Körülbelül a fordítása ez. És érdekességként, ugye, hogy a magarok és a magyarok között mi a különbség? Mert szerintem semmi különbség nincsen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Szeretném aláhúzni, hogy én vegyész vagyok,
és a gyümölcsöket ti raktátok fel a fára. Én más, semmi más nem csináltam, mint leszedem a gyümölcsöket, és egybe rakom a nagy közönség számára. Ha most ami a perzsa nyelvet illeti, nekem személyes tapasztalatom, azt hiszem 2 héttel ezelőtt a buszon találkoztam egy perzsa hölgyel, férje magyar, és ő mondta nekem így, elkezdtünk beszélgetni, hogy mennyi magyar szó van a perzsában, ő mondta, szóval hallottam tőle, de én kutatást nem végzek ezen a területen, nem vagyok szakember, mondom, én várom a gyümölcsöket, és újra leszedem majd a fákról, és egybe rakom, hogy a nagy közönség számára tálaljam. Na most szeretnék még egyet megjegyezni, Vigyi Szilveszter, ugye a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, meg Frany Tamásnak is kellett volna jönni, koronavírus miatt sajnos nem tudott minden. Én viszont szeretném elérni azt, hogy Magyar Tudományos Akadémián is előadhassam ezt a anyagot. Úgyhogy át kell törni, jönnek világos a finnugristák, meg minden, de ezen át kell törni. Most már nem lehet, hogy itt csak mindig finnugrizmus van ugye a Tudományos Akadémia. Ha ti jól értettétek, van egy kép, ahol azért megmondom, hogy félre beszélnek azok, akik azt mondják, hogy ószláv, meg ilyen eredetű, meg minden, ami nem igaz. De remélem, hogy sikerül a MTA-n az előadást megtartani. Segítségetek kell természetesen. Ameddig még a jelentkezők gondolkodnak, én is még hozzáadok ehhez a bibliográfiához 2 művet. Egyet feltétlenül, hiszen augusztusban, ezelőtt egy hónappal a Magyarok 10. világkongresszusának a nyitó konferenciáján hangzott el az Amerikában élő Révész Péter előadása, aki már évek óta közöl a minoszi kultúráról. Hát ugye a minoszi kultúra az az első európai civilizált, vagy első magasfokú civilizáció, és annak az első írását, a krétai lineáris A írást a nemzetközi tudomány máig nem oldotta meg. De hát Mellár Péter ilyen interdisziplináris módszerekkel, ő számítógépes szakember és egyetemi tanár, és a görög kultúra felől közelítve, tehát nem valami ős magyarkodással, hanem pontosan, mint a görög kultúrának egy nagy hódolója és elismerője, ekként közelített a minoszi kultúrához, és arra a következtetésre jutott, hogy egyértelműen magyar nyelvű kultúra volt, és csak is magyarul lehet, és olvassa is a krétai lineáris A írás. Tehát ez, én azt hiszem, hogy a Magyarok 10. világkongresszusának legjelentősebb eredménye, illetve legjelentősebb közlése, bizonyítása, hogy a minoszi kultúra, amely Krisztus előtt mondjuk 2700-ból egészen Krisztus előtt 1500-ig, amikor az asszírok megjelennek a történelem színterén, és kezdik a Sumér földet, Mezopotámiát felforgatni és kardélre hányni, miként a migránsok most a Európát, körülbelül abban a stílusban zajlott, úgy hordákban jöttek, mindent felprédáltak, mindent legyilkoltak, mindent elloptak, a termést learadták, az állatokat elhajtották, az asszonyokat megerőszakolták, meg is vásárolták a Sumér főpapságot, lefizették, hogy hirdessék ki, hogy ezt nem szabad ez ellen cselekedni, mert ez Isten akarata. Úgyhogy óbégatva tátotta a száját az egész Sumér világ ehhez, míg nem számolták ezt a csodálatos kultúrát. Tehát Révész Péter és a minoszi kultúrát, az ő közleményeit a bibliográfiába be kell venni, szerintem, és feltétlenül az abszolút gyalázatos módon elhallgatott Horváth Istvánt, aki a Széchenyi Könyvtár első igazgatója volt, őrzőjének nevezték, és már 200 évvel ezelőtt alkotott. Az ő tudományos munkássága, ami azt bizonyítja, hogy alig ha létezett azóta is
nálánál nagyobb tudású történész. Tehát ő számos műve közül a Jászok című kötet, ami 1829-ben és 30-ban jelent meg, azt én az elmúlt 3 évszázad legjelentősebb magyar könyvének tartom, mert ebből kirajzolódik a magyar nyelvnek a teljes kontinúuma és a magyar népi elemnek is a teljes kontinúuma 3000 évre vetítve, és Egyiptomtól Szírián, Palesztinán, a Görög-szigetvilág, illetve Krétán, Görög-szigetvilágon, Balkánon át egészen Pannóniáig. Ezben az egész térségben 3000 éve a magyar nyelv a Jászok képében mindvégig jelen van, a Bibliában filiszteusoknak hívják őket, Palesztinában Gáza városát alapítja, ami ugyanők, amúgy Jászok a nevük, Atént ők alapítják, és Jónoknak hívják akkor őket, és jöhetünk el egészen a Pannonokig, akik ugye Pannónia, mint Jász köztársaság, ugyancsak a Jászokat jeleníti meg. És hát nyilván Horváth Istvánnak a többi művéből is azt oda kell tenni, tehát a legnagyobb, legsúlyosabb bűne a finnugrizmusnak és a Magyar Tudományos Akadémiának, az én véleményem szerint, Horváth Istvánnak a teljes kitörlése a magyar tudományosságból és a magyar emlékezetből, de hál' Istennek ezek a művek most már ismét megjelennek, és akkor talán, tehát mindenképpen ki kéne egészíteni, még a mai napon megajándékozom az előadót ezzel a könyvvel. Köszönöm szépen, majd a jövőben gondolunk erre. Szeretném aláhúzni, hogy nekem sokkal több könyvem van, mint ami a listán szerepel. A listán csak azokat a könyveket raktam, amiket én személyesen lapozgattam erre az előadásra. Az nem jelenti azt, hogy nincs viszont. Szeretném megemlíteni Varga Géza barátomat, aki itt van, a hieroglif, magyar hieroglif írásról. A könyvét nem vettem bele, mert azt később tudtam megvenni, mint ahogy elkészítettem először az anyagot és a legközelebbi természetesen, de szerintem ezeket a könyveket egy következő előadásba kéne beleszőni, mert ez az előadás ilyen bevezető előadás, ahogy aláhúztam, hogy nem magyaroknak készült eredetileg, hogy a magyarul nem tudók is könnyen megértsék. Úgyhogy nem kell gondolkodni, hogy na ez hogy van, mint egyből. Úgyhogy legalábbis az első francia nyelvű előadás után, mondom, ilyen kis kérdéseket kaptam, de azokra nem tértem ki. Majd jönnek a nyelvészek is minden, úgyhogy. De nagyon szépen köszönöm a tanácsot, úgyhogy azt megfogom. Van még egy óriási mű, és annak alkotója, akinek a nevét szeretném megemlíteni, és azért is fontos, mert ez ebben a házban már megtörtént, sajnos feledésbe merült ez az alkotó. Dr. Lónai Gyuláról van szó, és a könyvének a címe A magyar nyelv misztériuma, amit Varga Csaba mutatott be ebben a házban, a nagy teremben 2009-ben, ezekkel a szavakkal, hogy cucor és fogarasi szótára óta ilyen óriási jelentőségű mű, mint ez, nem született. És ennek ellenére ez az óriási, nagyon egyszerűen, könnyen megérthető mű teljesen el lett felejtve, illetve be se került a köztudatba. Még tized annyian sem, mint a Csabának a műve, amiért óriási kár, mert ő egy egész másik oldal, nem hiába mondta a Csaba róla, hogy a Cucor Fogarasi óta ez a legjelentősebb mű a magyar nyelvről, mert ő tökéletesen bizonyítja, hogy a magyar nyelv a legegyszerűbb dolgok jelölése alapján kezdett felnőni, amelyek ugye a nap, a föld, a víz, a fa, a kő.
ezekből a jelenségekből alakult ki az egész magyar nyelv. Hát igen, igen, de a gyökök is ezekből a szavakból keletkeztek. Nem tudom, ön olvasta ezt a művet a Lónai Gyulának a... Igen. Igen. Jó, köszönöm szépen. Vajta Dénesről annyit mondok, hogy a Varga Csabának a Kőkor élő nyelve című könyvét ő fordította le németre, és németül azért nagy, tökéletesen sikeredett a fordítás, mert olyan németek, akik egy szót nem tudnak magyarul, azok megértik belőle, hogy valóban ez egy egyedi nyelv. Köszönöm a minuszi kultúrával kapcsolatos megjegyzést. Szeretném a következőket hozzáadni. Olvastam Herodotosz első görög történész első könyvét, amikor Kalábriába tanítottam, rengeteg időm volt, mert a családot Belgiumba hagytam, úgyhogy következőket írta az első kötetben. Az első akadémiát a szkíták alapították Görögországban. Hát hogy lehet az? A világ legintelligensebb népe a görög, és az akadémiát azt a szkíták alapítják. Ő leírta, hogy ez így van. Csak ezt akartam. Miután Atént is ők alapították, hát igen, Jászok igen, név igen, alatt, Jónoknak keresztelve. Igen, így van. Van-e még kérdés vagy hozzászólás? Tessék kifáradni. Szabad a nevét. Martina. Bakás Martina. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye ismerjük a sumér királytáblákat, és ott azért több tízezer évre raknak egy királyt. Tehát most nézzük meg útnapi sztimettet, őt is, hogyha jól emlékszem, 65 ezer évre írták, hogy ezt hogy kell értelmezni, tehát ugye most mégiscsak táblákról és jelekről van szó, tehát hogy mennyire releváns, vagy hogy mennyire vannak a jelek félreértelmezve, tehát tehát így a sumér királytábláknak a... Itt van a mikrofon, tessék át. Itt a mikrofon. Itt vannak nyelvészek, akik tudnak erre válaszolni. Én nem mondom, én a gyümölcsöket szedtem le, és azt összeraktam. Vegyész vagyok, nem kutatom azt a területet, de Varga Géza barátom, légy szíves. Köszönöm a bizalmat. Nem azért jelentkeztem, mert én a somerológiában otthon lennék, hanem van egy hasonló jelenség a magyar őstörténetben is, például az, hogy Csaba 108 évig élt. Nyilvánvalóan nem élhetett 108 évig, emiatt például Makai János régész azt mondta, hogy hát ez egy mítikus alak, nem kell vele foglalkozni. Tehát ez rejti az egyik magyarázati lehetőséget, hogy ezek a régi, nagyon sokáig uralkodó valakik, azok nem is léteztek, inkább csak mesebeli alakok. De éppen azért, mivel Csaba királyfi életkorát sikerült megfejtenem, úgy gondolom, hogy ezek a régi sumér királyok is másképp értelmezve léteztek. Csaba Attila halála után kezdett uralkodni. És a szabírok vezetője volt, mert a szabír és a Csaba az ugyanaz a név. Tehát valójában ez egy méltóságnév volt. És a 108 év az Baján fellépéséig tartott, Baján pedig az avarok, a sztyeppén hódoltatták a szabírokat, és együtt vonultak be a Kárpát-medencébe. Tehát ez a 108 év, ez egy történelmi korszakot jelentett a magyarság történelmében. Valószínűleg ugyanez a helyzet ezeknél a sumér királyoknál is. Köszönöm. Köszönjük szépen. A Csaba névhez még annyi adalékot én is hozzáfűzök, hogy Borbola Jánosnál jártam. Egy kicsit hangos, Borbola Jánosnál jártam évekkel ezelőtt Hágában, és akkor hát beszélgettünk a más olvasatokról,
meg erről, ami a székházunkban ki van függesztve, hogy magyarnak nem születni, hanem magyarnak lenni kell, hogy ez Unász fáraó szakkarai piramis sírfeliratának a szövege. Ez is Borbola Jánostól származik. És mondtam, hogy hát itt azért te szerepelteted a könyvedben Árpád meg Csaba nevét 5000 évvel ezelőttről. Hát azt mondja, természetes, és elővette a német, az angol egyiptológusok nagy, a legnagyobbjainak a műveit, ahol ugyanúgy meg van fejtve, és ugyanúgy Árpádnak és Csabának van olvasva. Most Padányi Viktor, hogy ugorjak egyet, a Dentum Magyariájában külön foglalkozik a Csaba név eredetével, mert ő is azt állítja, hogy Attila fia és az a Csaba, aki Álmos felmenőjeként megjelenik, az valószínű nem ugyanaz a személy, hogy Csaba azt tulajdonképpen nem méltóság névnek nevezi ő, hanem megkockáztat egy feltevést, amit azóta nem cáfolt tudtommal senki, de hát ide idézem, hogy gondolkodjunk majd el közösen. Tehát, hogy Csaba a régi magyar világban a harmadik fiút jelentette, azt, aki mindig a legsikeresebb, ugye minden népmesében jön az első fiú, jön a második fiú, mindenki kudarcot vál, és a harmadik, a legkisebb, az viszi győzelemre az ügyet, és hogy talán Csaba ennek a harmadik fiúnak a megnevezése volt a magyar. Ki jelentkezik még? Tessék ide fáradni, és kérem, mutatkozzon is be. Jó estét kívánok, Király Tibor vagyok. Nem állhattam, hogy ide jöjjek a professzor úrhoz ma este, hiszen én voltam az az amerikai, aki oda mentem hozzá, hogy az Isten szava is magyar lehetett. Csak egy figyelemfelkeltés, vagy egy ECSG-ber, egy gondolatébresztő ezzel kapcsolatosan. Volt alkalmam sok nyelvvel, sokféle kultúrában megismerkedni. Héberül, görögül, semmilyen nyelven nem jelent semmit Ábrámnak a neve. Az Isten szerződést köt az Ábrám emberrel, azt mondja Ábrám. Semmilyen más nyelven nem értelmezhető, hiszen a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, azonnal a kijelentésében is szerepel a névben Ábrám. Majd szerződést köt az emberrel, a szerződés kötésének a végeredménye, mivel egy egyszerű magyar nyelvről beszélünk, és az Isten szava az volt, Ábrahám. Vágd le a hámot, Ábrahám. Valószínű így hangzott az Isten hangja is, még talán hozzáadandóan teljesen elvetemültnek találtam azt a fajta nézetet, aki addig elmert menni, hogy az Istennek a fia is tulajdonképpen magyar gyökerekkel rendelkezik, amíg el nem olvastam részletesebben a Bibliában, hogy a Hettita óriás volt az, akit elküldött Dávid király, a katonatisztje, a védőtisztje, az az erős magyar ember, a Hettita óriás, akinek a felesége a csodálatos magyar asszonyok között csak elképzelhetjük, hogy hogyan mozgatta meg Dávid királynak a fantáziáját. Köszönöm szépen, gondolatébresztő, talán csak ennyi. Köszönöm. Bocsáss meg, nem emlékeztem, hogy te mondtad azt, hogy a Jóisten is magyarul szólt hozzánk. Csak így általánosan, mert a fogadáson voltunk Áder Jánosnál, és csak nagy tömeg, és akartam válaszolni, de már nem tudtam, mert már. Köszönöm a megjegyzést. Még van jelen. Bocsánat, hogy itt vagyok, csak egy dologhoz szeretnék hozzászólni a 108 évhez. A buddhizmusban a 108 szerepel, ugye, mint az olvasó gömbjeinek a száma, vagy bogyóinak a száma, egyébként 912. Tehát ez is egy tökéletességnek a száma. És hozzátenném, hogy a saját elképzelésem szerint Zarathustra vallásában mi vegetáriánusok voltunk. Én ezt követem, ezt az életmódot 55 éve,
és számtalan ember gyógyítottam meg, úgyhogy elhagyták a húsevést, és egyéb életszabályokat meséltem el nekik. Tehát azt gondolom, hogy Csaba is, mint vezér, nyilván egy tudós ember volt, aki egyrészt Zarathustra hagyományait is ismerte, természetgyógyász hagyományokat, tehát az ősi sámán és egyéb hagyományokat, tehát miért ne élhetett volna 108 évig? Jelenkorban is élnek emberek 110-120 évesen, tehát én nem kételkedem ebben az egy dologban. Köszönöm szépen, bocsánat. Nagyon lehetséges. Én most már itt tényleg, még, lássuk még hányan kérnek szót, mert még lassan aztán be kell fejezzük ezt a rendezvényt. Mindenki jelentkezzen most, mert nekik szót adunk, és a többieknek nem. Tehát Antal Péter mérnök úr, és majd Veszelszky Ferenc még egyszer. A saját drótcsaimban sünk, igen. Antal Péter vagyok. Hát én levelező teológiát végeztem, és ezért érdekel engem az Alleluja szó rettenetesen, mert belül a lelkemben érzem, hogy ez az Alleluja sokkal több. A feleségem, mi mindig vitatkozunk, hogy neki nem kennek ezek a héber szavak. Hát nem az. Érzem belül, hogy nem az. Köszönöm. És hogy hogyan lehetne ezt egy kicsit népszerűsíteni, azokat a szavakat, ami megjelenik a liturgiába, ami ugye végül is kiderül, hogy nem héber, hanem an alatti réteg. Ezt kellene megjeleníteni, azt hiszem. Köszönöm. Igen, tehát csak az van, hogy magyar fiatalok tömegeit kéne valahogy rávennünk, és a magyar egyetemeket, vagy legalább egy magyar egyetemet, hogy igenis a sumér kultúra a feltárására, az etruszk kultúra, amelyiknek bőségesen maradt írásos hagyatéka, öröksége, erre képezzenek tudós nemzedékeket, mert az egész világ feltárásra vár. Hát gondoljunk bele, hogyha ez a nemzetközi tudomány, amelyik nem ismeri azt a nyelvet, amelyiken ezek a szövegek íródtak, akár a sumér ékírás, akár az egyiptomi hieroglifák, akár a számos egyéb, vagy a minoszi írás. Hát nem ismerik azt a nyelvet, amelyiken ez fogant. Igen, a magyar nyelvből lehet ezeket csak megérteni, és erre magyar fiatalok seregei kéne ráálljanak, még mielőtt nagyobb kárt nem szenvednek ezek a források. Én például elmondom azt, hogy kósza híreket kaptam, mondjuk 2000 körül, hogy az első iraki háborúban az amerikai hadsereg megbombázta volna a sivatagot. Abszurdum. Bagdadtól 100 kilométerre sivatag, és azt bombázták szőnyegbombázással. Hát ott ásatási helyszínek voltak. És úgy adódott, hogy akkor 2000 decemberében a székházunknak bérlőt kerestünk, és az iraki nagykövetség jelentkezett, hogy őket érdekelnék, és megkérdeztem a nagykövet úrtól, hogy mit tud erről, igaz-e ez a feltevés. Azt mondja, életében nem hallott róla, de megérdeklődi. És akkor januárban ismét találkoztunk, és azzal kezdte, hogy na, megérdeklődtem, amit elnök úr érdeklődött. És hát sajnos a hír igaz, igen, megbombázták kegyetlenül a sivatagot, az amerikai hadsereg a legújabb sumér ékírásos feltárásokat. Tehát azért így viszonyul ez a mai kései civilizáció ahhoz a civilizációhoz, amelyikből származik. És akkor Veszelszky Ferencnek utolsóként. Arról, hogy Szíriában mit műveltek, arról nem beszélek. Tulajdonképpen, hölgyeim és uraim, egy kérdésre nem került válaszadás, ez pedig nem más, mint a sumer királyoknak a listáján szereplő évszámok. Egy dolgot tudomásul kell venni, hogy ezek a királylisták nem mások, mint a dinasztiáknak az uralkodási korát jelöli.
és ezt ma már mindenkinek illik tudni, ez az egyik. A másik, az időszámítással kapcsolatosan keleten nem ezt az időszámítást használják. Tessék figyelembe venni azt, hogy 17-18 évenként egy évvel minden ember idősebb. Itt a példa arra, hogy például az egykori iraki miniszterelnök az velem egy idős. És érdekes módon most már ő 80-on fölül van. De miért? Azért, mert ez a 17-18 évente váltakozóan mindig egy évvel idősebbé válik. De még egy dolgot, amit szerettem volna megemlíteni, de az előző hozzászólásomban elfelejtettem, hogy a visokói piramisban, amelyből hoztunk annak idején úgynevezett fosszilis anyagot, amely bevizsgálásra került. Az első vizsgálat azt mutatta, hogy 36 ezer éves. A második vizsgálat pedig a kontrollvizsgálat azt bizonyította, hogy valójában 30 ezer éves. Ilyenkor mi a teendő régészet szempontjából megfelezni a különbözetet, tehát 33 ezer év. Nos, az érdekessége az, hogy találtunk ott bent egy hatalmas, több tonnás gyámkövet. Annak a hátoldalán, ahogy megtapogattuk, kiderült, hogy írásjelek vannak rajta. Azt a gyámkövet nem most vitték oda be, hanem abban az időben, amikor ezt a piramist építették. Hát ennek a korát, hogyha nézzük, és a fosszilis anyagnak, tehát ennek a faanyagnak a színizotópos vizsgálatát, minimum 33 ezer éves. És ott vannak rajta már ezek az írásjelek, amit székely rovás írásnak nevezünk, megtalálhatók rajta. Egy valamit nem tudunk, hogy a hangértéke mi volt. Ezt az egyet nem tudjuk. Köszönöm szépen, csak ezzel szerettem volna. Azért segíthet majd az írás megfejtőinek, esetleg Magyar Adorjánnak az a közlése, aki arról, ugye hát ő világ életében a mai Jugoszláviában élt, hiszen Zelenika Montenegróba, ahol az ő apjának a königliche und kaiserliche hadseregből való leszerelése után egy birtokot adtak, és ahol a család élt, az Jugoszláviához tartozott az első világháború után. És hát ő ismerte alaposan az egész országot, többek között Boszniát is, ahol a visokói piramisok vannak, és maga is megfordult ott, és beszélt a helybéliekkel. És megtudta, hogy azok a látható és amúgy eléggé elzárt, a látogatóktól elzárt területek ott a boszniai hegyekben, ahol hatalmas kőtömbök vannak, amit senki nem fejtett meg, mert idegen anyag, más anyag, mint ami ott a környezetben létezik, hogy azokat hogy hívják a helybéliek. Mert a helybéliek Uherske Grobovenak hívják, ahol az Uherske az egyértelműen ránk mutat, és hogy erről, ezekről a kövekről, mind a boszniai, mind a horvát nyelvű, mind a szerb nyelvű, néprajzkutatók és földrajztudósok meg annyi tudományos cikket közöltek, és soha senki meg nem említette, hogy hívják és milyen néven nevezik. Tehát csak aki ott megfordult és a helybéliekkel találkozott, azt tudja, hogy ez is a magyarságra utal. Tehát akkor kérem, ezekkel a kiegészítésekkel véget vethetünk az előadásának? Véget vethetünk Nagy János professzor előadásának? Akkor tapsoljuk őt meg. És kérem, énekeljük el közösen a szózatot.